Sportnapot tartottak Kiskulcsoson. A délelőttön részt vett Szepesi Tibor polgármester is. Az elmúlt másfél év mindannyiunk életében egy rendkívül mozgás, szegény időszak volt. Szeptember 1-én becsengettek, megkezdődött a jelenléti oktatás az iskolákban. Ismét mozoghatnak a diákok a testnevelés órákon, és újra megtapasztalhatják a közösségi sportolás örömét. Ma van az Európai Diáksport napja. Tavaly a pandémia ellenére 38 országban 2 millió diák vett részt az Európai Diáksport napján. Idén ez a szám csak magasabb lehet. Városunk is csatlakozott a programhoz. A mai napomat a Kiskulcsosi iskolában kezdtem, ahol részese lehettem egy közösségi örömsportolásnak, áll Szepesi Tibor tájékoztatójában.